Köszöntöm a Hír FM hallgatóit, a Tatabányai szerkesztőségből Szalai Nikolett vagyok, vendégeim ezúttal a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület, először is klub elnöke, Simon Zsuzsanna, és a TRS-e utánpótlás vezetője, Bódis Attila. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. Jövőre 10 éves az egyesület, de hát először is kezdjük a kezdetektől. Ha nem is az elmúlt 9 évről, hanem már itt előtte Zsuzsa felvetetted, hogy a ti megismerkedésetek is egy érdekes történet. Hol találkoztatok? Én Győri vagyok. 3 gyermekem van, abból 2 ikerlány, akik röplabdáztak annak idején már. És röplabda pályán ismerkedtünk meg Attilával, együtt néztük a gyerekeket, ő mint edző, én pedig mint szülő, és így mikor mérkőzések alkalmával találkoztunk, beszélgettünk, aztán megint egy mérkőzés, megint beszélgettünk, és akkor mikor már átfordult ez személyesebbé és komolyabbá, és mivel mindegyikünk szabad ember volt, egyedülálló szülő, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor kössük össze az életünket, és már nekem egyszerűbb volt Tatabányára jönni, ezért én jöttem ide a 3 gyerkőccel, akkor még általános iskolás korúak voltak, úgyhogy nem volt egyszerű, mert Attilának elfogadni 3 gyereket, és plusz őnek is volt egy, úgyhogy közösen volt 4 gyerekünk, vagyis van, és én akkor azt mondtam neki, mikor megkérte a kezemet, hogy egyet szeretnék leszögezni, nem szeretnék több gyereket. Mert között gyerek nem lett, de lett helyette több, mint 200. Igen, mert hogy több, mint 200-an így vagytok van, most az egyesületnél. Ez egy nagyon szép történet, és azt gondolom, hogy tényleg a röplabda annyira össze is köt titeket. A gyermekek még röplabdáznak? Akik már nem olyan gyermekek. Igen, lányaim közül az egyik, igen, ő még a felnőtt csapat tagja, úgyhogy ő még 24 évesen játszik. Hát tulajdonképpen szerintem minden gyerek életében azért valamilyen szinten van a sport, de mondjuk Attilának már az unokái, vagyis az unokája röplabdázik, úgyhogy ő éppen ebben az évben fogjuk leigazolni a legfiatalabb korosztályba, úgyhogy a sport az nálunk elég fontos. És hogyan jött az ötlete a TRS-ének? Ugye az Attila még Nemes Józsi bácsi mellett segédkezett röplabda edzéseket tartani, és mikor szeptemberben, 2013. szeptemberében újra ugye kezdődtek volna az edzések, akkor tudtuk meg, hogy tulajdonképpen a Volán kiszáll ennek a finanszírozásából, továbbiakban nem fog az országos bajnokságba indítani se utánpótlás csapatot, se NB2-es csapatot, úgyhogy a felnőtteket átvitték a Tatára. Akkor szembesültünk azzal, hogy utánpótlás korosztályban pedig már nem is neveztek ugye az országos bajnokságba. Úgyhogy volt egy év, ami úgy telt el, hogy országos bajnokságban nem tudtunk versenyezni, viszont a sok röplabdát szerető gyermek ott maradt, és iskolai edzés időben Attila tartotta az edzéseket ugyanúgy. Tehát nem volt hova tartoznunk, de attól függetlenül csináltuk. Akkor még voltak ilyen egyéb versenyek, tehát jártunk Ikrénybe, Sümegre, tehát ilyen kis városi versenyekre, ahol meg nagyon jó eredményekkel szerepeltünk. Tehát tényleg élmény volt játszani, és nagyon fájlaltuk, hogy nincs hova tartozni, és tulajdonképpen januárban született meg a gondolat, 2014 januárjában, hogy akkor szülőkkel, akkor hogy kell alapítani egyesületet, stb. Megcsináltuk, mellénk állt egy ügyvéd úr, aki ugyancsak segítkezett, hogy működő egyesületünk legyen, és így 2014, pontosan március 13-án emelkedett jogerőre, hogy létezik Tatabányai Röplabda Sport Egyesület. A következő évben, tehát a 14-15-ben már szerintem minimum 3 korosztállyal játszottunk a bajnokságba, tehát azért volt annyi gyerek mögöttünk, hogy bizony kellettek edzők, és nagyon sok munka. Akkor ugye még nem volt a sportágú röplabda. Kilincseltünk támogatásokért, és pályázatokat írtam. Tehát én ebbe így belecsöppentem, mert ugye kivállalja az elnökséget. Hát akkor jó, elvállalom, és akkor oké, akkor honnan szerezzünk valamennyi támogatást, hogy egységes mezbe legyünk, hogy egységes melegítőbe, hogy ne a szülők utaztatására számítsunk folyamatosan, stb. És akkor ugye pályázatírások, mindig néztem utána, hogy mit lehet még, hogy lehet. Természetesen ez mind úgy, hogy volt mellette egy fő foglalkozásom, amit ugye el kellett látni, meg azért ott volt a 3 gyerek is. Tehát ez nagyon kemény meló volt.
Dolgoztunk tovább, egyre több utánpótlás csapattal indultunk a bajnokságban, és mikor 17 júliusában lett, volt róla szó, hogy Tahusportág lesz a röplabda, akkor már azért szerintem ilyen 60-80 fős igazolt játékosokkal rendelkeztünk, és ennek köszönhetően az első pályázatunk is már egy szép összeg lett. Akkor már kezdtünk tervezgetni, hogy milyen felszerelés, milyen legyen a mez, milyen legyen a melegítő, és komolyan mondom, azóta is engem akkor örömmel tölt el, amikor látom a lányokat, ahogy mennek az edzésre, és az általunk kiválasztott felszerelésbe, és abba járnak iskolába, és ez mind nagyon jó dolog. Tehát az, hogy tényleg a nulláról ezt így megcsináltuk, ez én nagyon büszke vagyok rá. Hány csapat van, ahol indultok, melyik bajnokságokban? 17 csapattal indulunk a magyar bajnokságban, az U10-től az U20-ig, és van egy felnőtt csapatunk is. 200 gyerekünk van, és jelen pillanatban tegnap öltöztettük fel körülbelül 100 gyereket felszereléssel. Azért ez egy még mindig egy hatalmas nagy feladat, amit végigvisztek. Nem tudom, hogy például a COVID mennyire hatott rátok is, hogy nyilván mindenre, meg minden sportágra, de hogy visszataláltak egyébként a gyerekek? Szerintem igen. Aki szereti ezt csinálni, az igen, aki nem, és úgy gondolta, hogy jó ingád otthon a telefont nyomni, meg nyomogatni, az szerintem nem jött vissza. Körülbelül mondhatom azt, hogy 20-25 gyerek mozsolódott le a COVID idő alatt, több nem. Hogy látjátok egyébként, hogy milyen szerepe van itt a röplabdának Tatabánya életében, illetve még arra is azért térjünk is vissza, mert hogy azt, hogy ti hogy találkoztatok, vagy hogy ismerkedtetek meg, azt már megbeszéltük, viszont a röplabdával ti hogy találkoztatok? Hát én ugye röplabdáztam annak idején a Comape FC-be, és megszerettem ezt a sportágot, de nem is, én nem gondoltam volna, hogy röplabda iránt fogok ezt menni, és edző leszek, vagy bármi, de ugye volt egy barátom, Györgyi Feri, aki jelen pillanatban már nem az egyesületünk tagja, lementem egy edzésére, és egyszerűen elvitt az ösztön, hogy nekem ezt kell csinálnom, és ugye akkor beálltam neki segíteni, és ez így jött nekem ez a röplabda. Ugye a Zsuzsinál meg, ő meg már Győrbe kezdte a lányai, és tényleg így jött a szeretet. Én sose felejtem el azt, mikor kerestem a lányaimnak, ugye mindenki azt mondja, hogy lányok, hú, valamit találjunk nekik. Elküldtem őket táncolni, de az annyira nagyon nem jött be, úgyhogy tudtam, hogy ő nekik valami olyan teljesítménysport kell, ami ahol van az a druk, meg az a győzelem, igen. És megláttam egy plakátot, azóta is szemem előtt van, Győrbe, Farnady Ernő, ő már több mint 50 éve röplabdát oktat, egyébként nagyon nagy név, nagyon sok jó játékost kinevelt annak idején, és tudom, hogy az volt, hogy szeretné olyan sportot űzni, ami a legszebb alakot csinálja a lányoknak. És ez valóban így van, mert ha megnézitek, azért a legszebb alakjuk a röplabdásoknak van. És mondom, ez jó lesz a lányoknak. Én annak idején kézilabdáztam Győrbe, kosaraztam Sopronba, nem szerettem az egymásba belemenést, fájdalmat okoztat. Ez nem nekem való, tehát ezt nem, és tudtam, itt el vannak választva hálóval, nagy bajuk nem lehet, ez pont jó nekik, és bejött. Mennyire szeretik itt most Tatabányán a röplabdát, akár nézőként, akár ugye gyermekekként, de hát mondtátok, hogy alapvetően nagy mosollyal kapták meg most a felszereléseket, gondolom, ilyen mosollyal is szeretnek azért edzésre járni. Igen, mindegyik létszámunk, ugye mondhatom azt, hogy teljes létszámmal működik, 16-18 főkkel megyünk, és nagyon elvetve hiányoznak a lányok az edzésről, ugye? Ők ezt vállalták, ott szeptembertől júniusig mérkőzésre járnak, edzésre járnak. Ugye ezt mi meg is követeljük tőlük, hogy így legyen. És én szerintem már egyre többen is kilátogatnak az NB2-es mérkőzésünkre. Ugye az utolsó mérkőzésünk a Kispesten játszottuk tavaly, vagyis idén júliusban, teltház volt az Árpád iskolába, és Árpád csarnokban mindenki szurkolt, nagyon jó érzés volt ott lenni, szerintem nekünk a Zsuzsival azt, hogy húha, és ugye amit én mindig is mondok a szívembe, hogy én egyszer megígértem Nemes Józsi bácsinak, hogy Tatabánya lesz újra NB1-es csapat, és ugye én ezt szeretném meg be is tartani, és így is legyen. Ezért is dolgozunk a Zsuzsival, hogy ez meglegyen. Nem lesz egyszerű, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Mit hoz a jövő, de közben azért itt arról is beszélgethetünk, hogy hol tartjátok az edzéseiteket, mert ugye az sem mindegy, hogy melyik tornacsarnok, tornaterem adott erre, vagy melyik kapacitásilag, vagy akár mondjuk itt az energiaválságra is gondolok. Előző évben ugye a fűtés
És ugye előtte említettem a Covidot, hogy hol tudtok egyébként egyáltalán edzést tartani, és majd itt ki is térünk arra, hogy milyen jó cselekedeteitek is voltak már két iskolában. Sok helyszínen tartjuk az edzéseket. Ugye a Sádberki iskolába, a Dózsa iskolába is tartunk edzéseket, a Felnerbe is tartunk edzéseket, és az Életes iskolába, és Száron, a Szári sportcsarnokba. Hát van, ahol jók a feltételek, van, ahol kevésbé. Milyen szükséges feltételei vannak, aki esetleg nem tudja? Ugye a röplabdában fontos ugye, hogy meglegyen a pálya méret és a belmagasság, ami ugye nagyon fontos, meg van, hogy eleve hogy tudjuk hitelesíteni a pályákat, hogy milyen korosztálynak milyen belmagasság szükséges ahhoz, hogy ott versenyszerűen vagy tudjunk versenyeket rendezni. Úgyhogy ezért egy kicsit szűkül a kör. A Sárberki iskola megfelelt régen még MB2-re is. Aztán 19-ben, talán 19-20-as bajnokságban azt mondták, hogy 19 dec 31-ig játszhatjuk ott MB2-es mérkőzéseinket. Úgyhogy ott át kellett alakítani az edzéseket és helyet keresni. Ideiglenesen befogadott minket a Bárdos gimnázium. Időközben elkészült az Árpád csarnok, és ott tudunk játszani. Ott tudjuk játszani az MB2-es mérkőzéseinket, ami nagyon jó helyszín nekünk. Most már, főleg, hogy lelátó is készült, ahol 150 fő elfér. Ez nekünk általában, ez teljesen jó. Tehát én nem szeretném, hogy ilyen több egyes csarnokban elvétve legyenek, hanem így tele van. Igen. Tele van a csarnok, és nagyon jó a hangulat. A utánpótlás bajnokságokat pedig ugye Sárberekben, és most már az Életes iskolában is tudunk majd szervezni. És ugye edzéshelyzén meg kell, mert igazából a 17 csapat így is sokszor úgy vagyunk, hogy hogy osszuk be, hogy mindenki edzen legalább 3-4-et egy héten, úgyhogy még el tudnak viselni pár helyszínt. És említetted, hogy most már az Értes iskola is. Miért is pontosan? Sőt, most már ugye a Pólya is ezek között van. Ugye 22-ben a Pólya iskolát tudtuk felújítani 2 hónap alatt. Nagyon jó minőségű lett véleményem szerint. Nagyon fontos ugye a padló, hogy azért a gyerekeknek az ízületeit is védjük, hogy rengeteget ugrálnak. És szerintem nagyon jó lett, ott U20-as bajnokságig tudunk játszani, tehát akár a kisebbeknek 2 pályát is tudunk felállítani. És ugye délután 4-től este 8-9-ig edzések vannak majdnem minden nap. Úgyhogy teljesen kihasználjuk. És most már az Életes iskolában is, az egy kicsit még nagyobb is, mint a Pólya iskola. És itt is, hát ma a hétvégén fogják lehitelesíteni a termet, úgyhogy bízom benne, hogy minden utánpótlás korosztályhoz meg fog felelni. És ott is kicsiknek is tudunk 2 pályát állítani, középre 1 nagy pályát, és minőségi edzéseket tudnak tartani a kollégák. Hogyan valósult meg ez a pálya, mert hogy így a hallgatóknak mondom, hogy a TRS-e jó voltából? Igen, ez egy elég összetett munka. Azért az, hogy egy egyesület tagú pályázatra jogosult, ugye, hogy látványcsapat sportágban van, az oké. Ahhoz attól még nem alanyi jogon jár ez a támogatás. Tehát azért menni kell érte, ugye a pályázat benyújtásához is már nagyon sok feltétel van, hozzá kell járulni az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, a tankerületnek, mint fenntartónak, meg hát magának az iskolának, tehát egy ilyen 3-as megállapodást kell kötni, hogy oké, ha mi elvégezzük ezeket a felújításokat, akkor bizony 15 évig ott az iskolai edzés időn kívül, tehát 4 órától mi használjuk. Ami ugye meg is valósult. Eleve már úgy kell beadni pályázatot, hogy ez a megállapodás, ez létezik, és ugye teljes költségvetéssel mindennel kell egy nagyon jó kivitelező, aki úgy leszervezi azt a munkát, hogy valóban a nyári szünetben mindent elvégeznek, és szeptemberre vagy iskola kezdésre az rendben van, mert ugye az iskolának is kellemetlen, hogyha mondjuk a Pólya iskola, ahol rengeteg osztály van, és mondjuk nem tudtak volna 22. szeptemberétől testnevelés órát tartani, biztos nem örültek volna, de tehát kell hozzá a jó kivitelező is, igen. Aztán ugye az a 22-es év azért volt nehéz, mert jött a háború, és ugye elszállt az euró árfolyam, elszálltak az árak, tehát ott költségvetést kellett módosítani, abban bele kellett egyezni a röplabda szövetségnek is, tehát azért itt voltak feszültségek, igen, tehát
Tehát sokszor voltam, hogy úristen, mi lesz, ha mégse, de megcsináltuk. És elkészült, és átadtuk, és szerintem azóta is nagyon szeretnek oda a lányok edzésre járni is, meg nagyon jó hangulatú mérkőzések vannak ott is. Nyilván amellett, hogy tudtok hol edzeni, vagy akár mondjuk bajnokságot rendezni, milyen előnyei vannak még egy ilyen felújított iskolának? Ezt most nyilván a Sárberki iskolával kapcsolatban tudjuk mondani, hiszen ugye most hétfőn volt az átadója az Éltesnek. Például gondolok itt olyanra, hogy nem tudom, hogy mennyire adottak másik városban ilyen lehetőségek, hogy mondjuk ilyen teremben tudjanak játszani a lányok, esetleg ha mondjuk az idegenbeli meccseiket is mondjuk hazai pályán játszották, volt-e ilyen, hogy mondjuk ti voltatok a rendezők? Igen, sokszor volt ilyen, ugye amikor bejött ez a fűtés, vagy ilyesmi, akkor mi tudtunk pályát biztosítani, mert a tankerülettel olyan megállapodásunk volt, hogy mi akkor is bementünk, ha villanyszámlát kellett többet fizetni, mi akkor is tudtunk, és a szövetség az összes ilyen utánpótlás meccseket próbálta ránk tenni, hogy vállaljuk el. El is vállaltuk, mert inkább otthon játszunk hazai közönség előtt, mint utazzunk bármerre, és nagyon sok tornát rendeztünk. Szerintem a Magyar Röplabda Szövetség szerintem az első három már bent volt a Tatabánya, amennyi hazai mérkőzés rendezett a tavalyi szezonban. Plusz ugye azért itt a nagyvárosok közelsége is egyfajta pozitívum, hogy hamarabb elutaznak mondjuk Tatabányára, akik mondjuk a helyszínt biztosítják, mint mondjuk, hogyha messzebbre kellene. Az igen, ebből most is van egy kis probléma, ugye, hogy Szombathelyen lenne egy torna, és jelen pillanatban nincs, aki oda elutazzon, mert nem neveznek be. De igen, jött Tatabánya, és egyből megvalósul a torna, mert 7 csapat egyből nevezett Tatabányára. Ugye mi a közepe vagyunk az ország, vagyis itt a Budapest és Győr között, és szerintem ez nagyon jó ez a helyzet, hogy mi tényleg meg tudjuk ezt csinálni, és ezért is jártuk meg az Éltes iskolát is, hogy még többet tudjunk rendezni, és még többet mutassunk a városnak, hogy igen, itt Tatabányán is van röplabda. Hogyan látjátok az idei szezont, mert ugye most már megkezdődött, bár nem mindegyik hazai mérkőzéssel, hogy a különböző bajnokságokban miket vártok, vagy milyen eredményekre számítotok, bár még ugye az elején vagyunk? Hát ugye beneveztünk egy U10-es kicsikkel, akik emlékezték a röplabdát. Ugye én, vagyis hogy mi az egyesületben nincs nagyon elvárásunk még az U12-ig. Van egy nagyon jó U13-as csapatunk, azt nagyon szeretnénk dobogóra állítani, reméljük, hogy sikerül is. Az U15-ben ugye egy kezdődő csapat, aki kisebbek, az 13-tól jöttek fel, és nekik még nagyon nehéz lesz, de őket is nagyon szeretnénk ott a középmezőnybe látni. Ugye én jelen pillanatban az U17-es csapatot és az U20-at viszem. Én mindig szeretek győzni, és szeretném, hogyha az U20-as csapatunk, most a másodosztályban vagyunk, hogy jövőre az első osztályban szerepeljen, ezért dolgozni kell, de és nagyon szeretnénk, hogyha a felnőtt csapatunk is most már ne csak a második hely legyen, mert amióta mi az MB2-be indulunk, mi csak a ezüstös lányok vagyunk. Most remélem, most már leszünk aranyos lányok is. Nem tudom, hogy Zsuzsi most éppen hány edzővel vagytok, mert ugye említetted, hogy szépen lassan itt a 9 év, majdnem 10 év alatt kezdte magát kiforni. Lehet, hogy akkor inkább Attila jobban tudja? Hát már sokan vagyunk, azt szerintem jelen pillanatban azt hiszem 8 edzővel dolgozunk, aki a röplabdával foglalkozik, 8. Van egy erőléti edzőnk, van már egy gyógytornászunk, van már masszőrünk, hogyha így is hozzáteszünk, már bővül a kör, de nem elég. Hozzáteszem, hogy ha 15 edzőnk lenne, vagy 20, annak is tudnánk munkát adni, csak a mai világban edzőt nagyon nehéz találni. Főleg itt a TAO szempontjából, hogy elszálltak az edzőkkel az árak, nagyon a bérek. A bérek. Uh-huh. És ezt akkor ez abszolút rányomja így nyilván az egyesületekre, illetve ma magukra az edzésekre is lassan a nyomot. Igen, igen, ez nagyon meglátszik most itt, ha feladunk egy hirdetést, mondjuk, hogy szeretnénk edzőt, nagyon nagy összegeket kérnek az edzők, az valami olyant, hogy megfizethetetlen, és ugye mi most már próbálunk inkább a saját utánpótlásunkból kinevelni most már edzőt, mert most már van is, most is egy, aki most már reméljük, hogy jövőre megkapja az edzői papírját, és itt marad a köztünk, ugye ő Réka, 7 éves korában, 8 éves korában nálam kezdte a röplabdát, és még most is aktívan játszik, és közben már edzőt beiktatjuk edzőnek, mert ez a jövő szerintem, mert sokkal könnyebb a sajátból építeni, mint a hozottból. Már lassan gyakorlatilag egy akadémiaként fogtok működni, hogyha úgy vesszük, hogy itt maradnak nyilván jó eséllyel az emberek, akik mondjuk itt tanultak, vagy hozzák majd a gyerekeiket. Hát igen, akadémia, de ugye a magyar röplabdában most próbáljuk bevezetni ezt az akadémia rendszert, ugye lesznek kijelölt akadémiák, a Tatabánya nem lesz benne, mert mi még kicsik vagyunk ezekhez a klubokhoz, de nem is baj, mert inkább neveljük az utánpótlást, és adjuk oda nekik, aki ügyesebb.
Azért mi annyiban vagyunk hátrányban, hogy nincsen egy jó egyetemünk, ahol mondjuk kijárják a gyerekek az iskolát, és elmennek egyetemre Budapestre, vagy messzebbre, Pécsre, Zalaegerszegre, és nem tudnak itt most, ezért nem fogunk tudni a saját játékosunkból egy jó NB1-es csapatot csinálni. Mennyire szigorúak az edzők, vagy te például Attila, mennyire vagy szigorú? Hát én nem nagyon vagyok szigorú, én nagyon szeretem a gyerekeket, de azért tudják, hogy mi a fegyelem, és engem is nagyon szeretnek, de szerintem minden edző megköveteli, amit meg kell, de azért meg kell adni nekik is azt is, hogy ők is jól érzik magukat, mert ha úgy mennek le az edzésre, hogy én már nem akarok lemenni, mert az edző biztos, hogy lecsesz vagy valami, akkor ez így nem fogunk előrelépni a gyerek szempontjából se, hogy elmennek és azt mondják, hogy ja, akkor nem jövök többet röplabdázni, elmegyek kézilabdázni, mert ott lehet az edző jobban bánik velem, vagy kosarazni, vagy pingpongozni. Szerintem ez nagyon fontos ebben a szerepben. Igen, itt az átadó ünnepségen pont azt láttam, ugye hát nem is tudom, hogy hány röplabdás fiatal hölgy ott volt, és nagyon vidáman is telt, meg hát örömittasan telt ez a megnyitó, és utána, amikor mondtátok, hogy jó, de akkor most mindenki megy a saját tornatermébe majd edzeni, senki nem mondta azt, hogy nem, hanem mindenki ment a kis barátnőjével, fogta a felszerelését, és örömmel ment. És ezt jó látni. Hát ezért vagyunk mi egy család, az egyesület, mi mindig is azt is mondjuk, hogy mi egy család vagyunk, és hát ez jó kimondani, hogy a gyerekek nem úgy állnak hozzá, hogy nem, minek megyünk edzésre, hanem szerintem már futottak volna, hogy nem jövök az átadóra, én már edzeni akarok inkább. És ez nagyon sok gyerekben ezt lehet látni, ezt a akarást, hogy megyünk és csináljuk, de ugye azért ez kellünk, hogy elkápráltassuk őket azért. Ha adunk nekik egy melegítőt, egy táskát, egy zoknit, abba járnak az utcán, abba járnak mindenhol, és ha kinéztek itt az utcán, tényleg sokszor téresek kabátban vannak, téresek hátizsákot hordanak, és ez nekünk a Zsuzsival ez nagy öröm, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, és meg tudjuk adni nekik. Mivel tudjuk, hogy hány labdát vittünk? 99 gyerek volt jelen pillanatban ott. 99. 99, de csak ezt azt mondhatom neked, hogy az U10-től a 15 évesig a többi az nem volt ott, de 99 gyerek tudtunk most ott helyet biztosítani. És ha megnéztétek, vagy aki kint volt ezen a rendezvényen, egy fónap pólóba voltak, nagyon, és nagyon látványos volt, amit a Pisti csinált velük. Ugye Pisti most tavaly érkezett hozzánk Budapestől, Magyar Röplabda Szövetségben is volt utánpótlás igazgató, és ide csábítottuk, most próbáljuk együtt felépíteni a Tatabányát még jobbra. Mi a következő cél, tornaterem ügyileg? Vannak még ötleteim. Úgyhogy szerintem körbenézünk a városban, mert igény van rá, tehát mondom, egyre bővülünk, tehát toborzot szoktunk hirdetni minden szeptember első péntekén, meg a másodikon, és bizony sokan jönnek. Azt tudni kell, hogy azért a legelőnyösebb ezt azért ilyen 8-10 éves korban elkezdeni ezt a sportot. Tehát vannak azért 13-14 éves lányok is, persze adunk nekik is lehetőséget, mert ugye a negyed osztályban is lehet versenyezni is, tehát akár ha most kezdi, az alapokat meg tudjuk tanítani, és ott is lehet sikerélménye, tehát nem kell mindjárt profi játékosnak lenni, és szerintem pont ez a jó, hogy mi mindenkinek adunk versenyzési lehetőséget. Mindenkit az adottságai és tudása alapján abba a csoportba tesszük edzeni. Tehát ott edz, amilyen a tudása, tehát a tudás szintje, és bizony ott azon a szinten versenyeznek, tehát hasonló csapatokkal. És valahol ez is jó, mert van fejlődés lehetősége. Aztán nyitva tartjuk a szemünket, hogy ki hogy fejlődik, és akkor lehet feljebb jutni, hogy általában a harmadosztályban, a másodosztályban versenyzünk, és van feljutási lehetőség. Bízom benne, hogy ebben az évben is, decemberben már azért, hogy az egy-két utánpótlás csapat felkerül az első osztályba. Attila is említette, az U13-tól is várjuk, hogy jó eredmény legyen, meg az U20, akik tényleg kezdetektől itt kaptak labdát a kezükbe, és minden mozdulatot itt tanultak meg. Ha nem is névvel, hanem név nélkül, vannak kiemelkedő tehetségek? Igen, nagyon vannak. Vannak is, akit el akartak vinni, de próbáljuk itt tartani még őket, ameddig csak lehet. Úgyse fogjuk tudni mindig. Igen, vannak. És én nekem még hozzáteszem itt a Zsuzsi, amit mondott az előbb, nagyon jó érzés az, hogy mondjuk, amikor minket egy szülő megkeresett 2013-án volt Száron, körülbelül 2014-ben megkeresett a szülő minket Szára, hogy kezdjük el röplabdát. Ha hiszitek, hanem a mai napig abból a csapatból, az én csapatomban játszanak. 2014 óta én vagyok vele, ott vannak még mindig, és jönnek, és pedig új barokról kell bejárniuk, Száról kell bejárniuk, és minden edzésen ott vannak.
hogy ez az akarás, meg a hozzáállás, ez kell mindenkinek. Ugye egy visszaigazolás nektek, hogy igenis nagyon jó úton jártok. Ez így van. Aki még szeretne mondjuk csatlakozni hozzátok, vagy mondjuk elmenni egy mérkőzésetekre, akkor hol tud titeket követni? Aki szeretne csatlakozni, a Facebook oldalon, a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület oldalán minden információt megtalál. Mindenkit szeretettel várunk, még bővülhetünk sokkal. Van honlapunk is, trse.eu, napra kész. Ezzel is foglalkozunk, hogy mindig frissüljünk, és minden aktuális információ fent legyen. Ott már, amit kiírt a Magyar Röplabda Szövetség versenyt, az összes időpont, helyszín fent van, és természetesen, ha valaki fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, telefonszámokat is ott megtalál. Miért jó röplabdázni? Mi az, amit ad a röplabda? Akkor ezt így záró kérdésként. Én szerintem nagyon jó alakot adhat a lányoknak, amit szerintem nagyon, hiszen ami nagyon fontos, hogy nincs testetlen játék. Én ezt mondom, hogy mindig próbáljuk ezt hangsúlyozni a toborzón is, hogy a gyerek itt nem találkozik az ellenféllel. Sérülésveszély azért van benne, mert ha átugornak a hálón, vagy bármi, leugrik bokat, vagy térd, vagy újtörés, vagy bármi, de ez nagyon minimális, ezek a sérülések. Nem is tudok mondani olyan sportágat, hogy ahol nincs testen. Itt tényleg, egyéni sportág. Így van, egyéni sportágban, de itt nagyon jó az, hogy itt nem találkozunk az ellenféllel. Ellenfélet pacsizunk, megköszönjük nekik a játékot, de el vagyunk választva egymástól. Itt maximum csúnyán néznek egymással. Igen. De ez tényleg jó. És szerintem nagyon jó közösségépítő. Már eleve az, hogy a gyerek egy közösségben van, ahol jó hangulat van, mozgás is van, és sikerélmény is van, jó kudarc is van, de hát a kudarctűrő képességet is fejleszteni kell minden gyereknél. De akkor megvan hol fejlődni. Én nekem még a mai napig, pedig már jó pár éve járok röplabda mérkőzésekre, de ahogy felmegy bármelyik csapatunk, én nekem a pulzusom az így megugrik 120-ra, és akkor, minthogyha nem is tudom, tényleg a saját gyerekem állna a pályán, persze van, amikor ő is van ott, de szerintem nekünk ez a titok, és minket ez értet, és nincs olyan nap, hogy ne legyen szó röplabdáról. Nekünk otthon sincs más témánk, csak a röplabda, ezt hozzáteszem. Igen, így zajlik egyébként egy vasárnap dél, amikor éppen mondjuk nincs mérkőzés. Na, hát vasárnap. Igen. Akkor ott teszik a játékos, ott teszik az edző, igen, a másik edző, a mama, aki a vezérszurkoló. Igen, ez így zajlik minden, de bármikor, ha mi a helyetlenül mi vitatkozunk a Zsuzsival, ami nem szokott előfordulni, azért csak a röplabdáról vitatkozhatunk. Minden akkor a röplabdán körülnek. Én oldom meg a pénzügyi részeit, ugye Attila elképzel dolgokat, és én meg azt mondom, hogy oké, akkor ezt számoljuk át. Igen, ez ilyen, de mindig megtaláljuk az arany középutat. Igen. Ugye beszéltük már a legelején, hogy jövőre 10 évesek lesztek. Lesz valami ünnepség ezzel kapcsolatosan, amikor összejöttök? Igen, már régóta tervezzük, hogy mikor már közeledtünk így, hogy úristen kimondani, hogy 10 évesek vagyunk, mikor még emlékszem, mikor aláírtuk az alapító okiratot. És szeretnénk megünnepelni egy nagyszabású bállal. Ennek az előkészületei már folyamatban vannak. Úgyhogy mindent ki fogunk tenni, és mindenkit, akinek valaha köze volt a TRS-éhez, meg fogunk hívni, és fel fognak ott villanni emlékek, eredmények, szerintem nagyon jó lesz. Mi már nagyon várjuk azt a bált, vannak sok elképzelésünk tényleg, és tényleg mindenkit arra ösztönzünk, hogyha meglátja ezt a bálnak a logóját, vagy az időpontját, ne szalassz el. Szerintem reméljük, hogy a város legjobb báját fogjuk most megcsinálni februárban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Hajrá TRS-e! Köszönjük szépen, és köszönöm a hallgatóknak is. Köszönjük szépen.